És gondoltam ma, hogy előveszem egy kicsit a jegyzeteimet, hogy végig gondoljam, hogy mit akarok mondani, és rájöttem, hogy otthon hagytam a jegyzeteimet. De hát van egy drága feleségem, tudjátok, aki ilyen segítő, úgyhogy hazatelefonáltam, és ilyen joystickon mondom, hogy figyelj, kinyitod a izét, megnyomod azt a gombot, ott baloldalt, meg ott azt elküldöd nekem e-mailen, úgyhogy most ilyen technikával csinálom, remélem működni fog. Az a lényeg, hogy itt vannak a jegyzetek, úgyhogy az úr gondoskodott. És csak így beaüdvözöl benneteket, és csak sok szeretettel gondolunk rátok, és csak tudjátok, hogy az ajtó mindenkinek mindig nyitva állt. Mi éhezzük a ti közösségeteket. Mindig tanultuk, hogy a misszionáriusoknak mennyire fontos ez a kötéltartás. Most már így értjük, hogy miről beszéltek, tehát hogy így csak bármikor szívesen látunk bárkit. És próbálom, igen. Egy kicsit, most lehet, hogy egy ilyen darásfészekben nyúlok, mert egy kicsit arra gondoltam, hogy beszélnék a gyülekezetünknek egy kicsit a múltjáról. Lehet. Nem emberi módon, jó? Tehát, hogy nem az, hogy most ki mit csinált jól, meg rosszul, meg tudjátok, azt tudjuk, az nem gond. Hanem inkább ennek a szellemi hátteréről. És honnan jött ez a bátorság? Ez onnan jött, hogy valamelyik nap fölhívtam Ica nénit, hogy Ica néni, drága, fölvinnék hozzád egy kulcsot, mert hogy gyülekezett, íz, és stb. És akkor mondta, hogy igen, de van nálam itt most egy alkalom. Hát nem zavarok én ott, de hogy itt vannak a gyülekezet. Mondom, akkor meg még jobb, hát akkor megyek persze. Na, és hát ott volt a baptista lelkipásztor, tudjátok, Kecskemétről a Mike Sámuel, és hát csak oda becsöppentem, és valaki föltett egy olyan kérdést, amit nekem nem szabad feltenni, hogy tértem meg. Úgyhogy az egész délután aztán rólam szólt, én meséltem egy bizonyságot, mondta is a Mike Sámuel, hogy meghívna engem a baptisták, hogy mondjam el, mert elég ütős. De hogy így beszélgettünk egy kicsit a gyülekezetről, és annyira érdekes volt egy kívülálló szemével látni ezt a dolgot. És azt mondta, hogy a Biblia szól, a Biblia szól, hát ott voltunk a Franklin Graham-nek a reménység, és hogy a bibliaszorosok csak így jöttek, mint segítők. Tudjátok, milyen segítők voltunk, és csak úgy jöttek. Azt mondja, a bibliaszor úgy testületileg kivonult. Mi meg jöttünk az elöljárók, meg a bibliaszor kivonult testületileg. Hogy egy micsoda gyülekezet, akinek ennyire a szívén van az evangéliumnak a hirdetése. És azt mondja, hát, ami történt, történt. Hát miért? Gondoltad, hogy az ellenség örült nektek? Hát nyilván nem. Úgyhogy puff, persze. És én úgy gondolom, hogy tényleg egy hatalmas tudása volt mindenkinek. Tehát tényleg bárkivel beszélgettünk, lökte az igeverseket, mindenki minden nagyon tudott, nagyon okos volt, és még okosabb volt, mint a másik, tudjátok? De hogy ezzel egy gond van, hogy a büszkeség az úgy ott van. Úgyhogy szerintem, én most csak egy kívülállóként, szerintem így Isten megengedt az ördögnek, hogy vidd őket. és van egy, még tovább megyek ezen, hogy de Isten mindig áldássá formál mindent. Mindig áldássá. Megértettük azt, hogy mennyire fontosak a házi csoportok, aminek én állandóan papoltam, hogy az kéne. És akik így mentek ide, meg oda, meg még idébb, meg még odább, azok máshol, mint egy világító fákja, tanítanak. Nemrég voltatok együtt a Lovász Anikóval. Hát ővel beszélgettem, hogy nem van bácsalmáson, és hogy katolikusok között, és csak így isszák a szavait. Vagy Pásztor Kende épített egy új gyülekezetet, vagy sorolhatnám sorba, nem? Ezek nem áldások? Most erre kell haragudni, erre nem kell haragudni? Vagy most ez hogy működik? És azt gondolom, hogy ahogy az Úr bánik a gyülekezettel, ugyanúgy bánik velünk is egyénenként, nem? Ezt is úgy érezzük. És hogy
nem tudom, de úgy bennünk van, a zsigereinkben bennünk ott az a nyerni, nyerni. Nem? Most ott voltunk a fiatalokkal, ott labdáztunk, és nyerni akartunk, hát mi akartunk a legjobbak lenni, vagy nem tudom, én egymás hátán próbáltuk lehúzni a másikat a vízbe, tudjátok, vagy röplabdáztunk. Tehát, hogy bennünk van az, hogy nekünk jónak kell lenni, mi nekünk kell a legjobbnak lenni, és ez sokszor csak úgy megy, hogy úgy tudom magam felemelni, a másikat lenyomom. Nem? Tehát, hogy jó, bele, tapossuk azt, stb. És figyelj, megfigyelted már, hogy miről beszélgetnek baráti társaságokban? Tehát amikor így nem csak az időjárásról van szó. Akkor vagy arról beszélgetnek, hogy a múltkor én milyen jó megoldottam ezt a dolgot, ugye milyen ügyes vagyok? Vagy arról, hogy te az a, te ne is mondd, az megint mit csinált, meg az egy béna az, nem? Mindig, vagy az, arról szól a történet, vagy ott a státuszszimbólum férfiaknál, tudod, a még nagyobb autó, a még nagyobb kütyű, a még, mit tudom én, milyen mobiltelefon, a nőknél ott van a ruha, a kilók, a kicsit hasonlítgatjuk egymást, most te ilyen vagyok, olyan vagyok, vagy ott van a szakmában, nem a szakmai féltékenység, hát azért nekem már ilyen díjam van, neki meg nincs, vagy hú, hát én sose leszek olyan jó, vagy nem tudom, nálunk építés szakmában fanyalgunk a másik sikerének. Tehát, hogy jó van, jó, persze. Vagy ott van az üzleti világ, ahol, hát, uram, bocsá, egymás farkasaivá tudunk válni. Mert én patkolom a könyökömet, aztán megyek előre, és elnyomok mindenkit. Kinyomok mindenkit, aki nem úgy gondolkozik, ahogy én. Nekem van igazam, mert különben kiderül, hogy akkor én gyenge vagyok, hanem nekem van igazam. És egyébként is én jobban tudom csinálni, nem? 1 Péter 2.21. Hiszen éppen erre hívott el benneteket. Gondoljátok meg, hogy Krisztus is szenvedett értünk. Ezzel példát adott nekünk, hogy ebbe is kövessük. Ahogy az írás mondja, ő nem követett el semmi bűnt, és soha semmi gonoszságot nem mondott. És itt idézi az Ézsaiás 53.9-et, mikor rosszat mondtak róla, Jézus nem beszélt vissza, mikor bántották és verték, nem fenyegetőzött, hanem teljesen rábízta magát Istenre, aki igazságosan ítél. Egy amerikai lelkész mondta egyszer, mai igében olvastam, győzni akarsz, akkor önmagaddal versenyez. Ezt még egyszer mondom. Ha győzni akarsz, akkor önmagaddal versenyez. Ha valakit lehagysz, akkor nem biztos, hogy a saját képességeid szerint a legjobbat nyújtod. Nem? Van most egy híres gender sportoló, aki férfi, de tulajdonképpen nőnek mondja magát, sorra nyeri, dönti a na jó, mindegy, nem menjünk bele, de hogy most akkor ő annyival jobb? Nem. Nyilván, hogy nem. Tehát, hogy ha nyersz, az nem biztos, hogy akkor te a legtöbbet tudod magadba adni. Ha tényleg győztes akarsz lenni, akkor győzd le önmagadat. Ez az élet igazi versenye. Nem könnyű? Ja. De hogy figyelj, ne aggódj, Isten adja hozzá a körülményeket. Tövisnek is, vagy Pálnak is adott tövis, tehát mindig meg lesznek a körülményeid. Ha azt mered mondani, van elég bátorságod az Úrnak azt mondani, hogy ha-ho, itt vagyok, szeretnék növekedni, szeretnék változni, szeretném legyőzni magamat, segítenél? Persze, mindjárt jönnek a körülmények, nem? Mindenkinek vannak, ismerjük ezt a történetet. Ha vesztettél, ha igazi lúzernek gondolod magad bizonyos helyzetekben, akkor, vagy nem szólsz vissza, nem ütsz vissza, nem mész bele egy ilyen bunyóba, akkor tulajdonképpen a hústestedet sikerült legyőznöd, és akkor te igazi győztes vagy. Figyelj, Nagy Sándor hatalmas birodalmakat épített, nem? És ha olvasod az életrajzát, akkor azzal küszködött, hogy saját magának ezt a hirtelen haragját, az indulatait nem tudta legyőzni.
Ott van egy hadvezér, egy győztes, aki világbirodalmat épít, és saját magát nem tudja legyőzni, nem tud bánni az ő saját indulataival. És figyelj, sokszor a győztes, már így emberileg, azt megakadályozza, hogy növekedjen. Mert ugye én vagyok a legjobb. Figyeljétek, nézzétek meg a királyokat, politikusokat, akiket újra és újra ugyanabban a pozícióban vannak, a személyiségük hogy tud torzulni. Nem politizálok félre, csak hogy látjuk ezeket az embereket. Mert nem tud növekedni. És sokszor az önteltség, a büszkeség, vagy néha a kegyetlenség, ugye, ha diktátorokról beszélünk, megakadályozza abba, hogy növekedjen. Vagyis nem az számít, hogy mi történik veled, hanem az, hogy hogyan kezeled ezt a helyzetet. Lehet, hogy sikeres vagy a szakmában, az üzleti világban, szolgálatban, nagyon sikeres vagy. Lehet, hogy akkor vagy legmesszebb Krisztustól. Jól ismerem az igét, ugye. Ezt gondolod a szívedben. Na, akkor vagy a legmesszebb Krisztustól. Tehát, hogy muszáj, hogy újra és újra hagyjuk, hogy Krisztus megtöressen téged. Mert akkor lehetsz majd azon a helyen, amire ő téged igazán elhívott. És van egy jó hírem, hogy nem kell harcolnod, mert te már győztes vagy. Amen. Nem vagyunk győztesek? Győztesek vagyunk. Amen. Harcolhatunk, de nem a saját erőnkből. Ő, aki... nem, ő sokkal erősebb, hatalmasabb. Én néha boxoltam vele, nem éri meg, tudod, hogy Jákob is ott. Tehát nem, ő az erősebb. Tehát, hogy engedd, vagy hagyd, hogy arra vezessen, amerre ő akar vezetni, mert az biztos, hogy áldás lesz, és nem, tehát, hogy győztes vagy, mert ő mindent a kereszten elvégzett. Elvégezte a bűn problémádat, elvégezte a halálodat, mert hogy örök életünk van, hogy szentek vagyok, papok vagyunk, ugye? Hát nem, hát el se hisz, én magamra, hát én nem vagyok szent. Persze, gyakorlatban nem látjuk, de az az igazság, hát ha itt a Biblia is igaz, akkor te is szent vagy, ha újjászülettél, ha elfogadtad. Neked egy dolgod van, elfogadni Jézus Krisztusnak a kereszthalálát. Pál apostol az 1 Korintus 9-ben, ugye, arról beszél, hogy a sportoló, tudod, egy komoly sportoló, az futja a pályát, tudod, és egész életében erre edz, és ott van a cél, és megsanyargatja magát, és aztán kap egy koszorút, ami másnapra elhervad. De mi milyen koronákat kapunk majd? Ami nem fog elhervadni, aminek örök élete van, örök értéke van, soha nem fog elhervadni. Tudjuk ezt így élni? Nem, mi próbálunk harcolni, és akkor ez a, tudjátok, ez a levegőbe boxolunk, ahogy Pál apostol. Nem kell, győztes vagy, és hagyd, hogy Krisztus vezessen téged, formáljon téged, és majd ő legyőz téged, ha hagyod. És ugye azt mondja Pál apostol 26-ban, hogy én tehát nem céltalanul futok, hanem egy határozott cél felé, úgy küzdök, mint egy ökölvívó, aki eltalálja az ellenfelét, és nem levegőbe csapkod. Keményen megfegyelmezem tehát testemet, mint egy sportoló, és szolgálmát teszem. Itt a lényeg. Istenre bízom magam, az életem, hagyom, hogy növesszen. Dicsőségről dicsőségre. Kit miben? Lehet, hogy valakit az önzésben. Lehet, hogy valakit abban, hogy vannak rossz szokásai, és azokat elhagyja. Lehet, hogy valakit abban, hogy vannak sérelmei, és akkor azokat el tudja már végre engedni. Vagy hogy a hústestbe harcolj, tudod, ez a levegőboxolás. Vagy hogy hasonlítgatsz. Mert hasonlítgatsz, annak mindig két oldala van, vagy rossz énképet van. Hát én sose fogok úgy tudni beszélni, mint ő. Vagy hát én, ugye? Tehát, hogy az meg büszkeséget ad. És talán ezzel szeretném befejezni, Jelenések 15. A győztesek kezében Isten hárfái vannak, ott fogunk hárfázni. Nem tudok hárfázni, de lehet, hogy ott fogok tudni, bármi lehetséges. Énekelték Mózesnak, Isten szolgájának és a báránynak énekét. Nagy és csodálatos minden, amit teszel, mindenható Úristen. Igazság
és igazságosság minden tetted alapja, nemzetek királya. Ki ne tisztelne téged? Ki ne dicsérné a neved? Mert egyedül te vagy szent. Minden nép hozzád fog jönni, hogy imádjon téged, mert világosan meglátják igazságos ítéleteidet. Amen. Amen. Úgyhogy, Atyán, köszönjük neked, köszönjük, amit hallottunk. Köszönjük azt, hogy te élő Isten vagy, aki szólsz hozzánk. És hirdetjük most az Úr Jézus Krisztusnak a nevét. Kihirdetjük, hogy ő az Úr. Ő az Úr az egész világegyetemen. Ő az Úr. Itt ezen a helyen ő az Úr Magyarország felett, ő az Úr a gyülekezetünk felett, ő az Úr felettünk egyénenként. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, köszönjük, hogy te királyunk vagy, te prófétánk vagy, te főpapunk vagy. Atyám, imádkozom azért, hogy hagyd tudjunk közösségben lenni veled, figyelni rád, és küldd el a te igédet. Építs fel bennünket, Uram, hagyd tiszteljünk téged a szívünkben, hagyd vágyjunk rád a szívünk mélyén. Köszönjük Jézus nevében. Amen. 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 És tudjátok, amikor olvassuk az Isten igéjét, vagy hallgatjuk az Isten igéjét, akkor Isten arra hív bennünket, hogy szelídséggel fogadjuk a beoltott igét, hogy annyi fajta vagy féle ellenállás lehet bennünk, lehet, hogy az üzenethozóval kapcsolatosan van ellenállás bennünk, lehet, hogy valamilyen stílussal kapcsolatosan van ellenállás, vagy egyszerűen csak magunk miatt különböző ellenállások vannak a szívünkben. És amikor szelídséggel fogadjuk az igét, akkor ez azt jelenti, hogy mi teret adunk az igének. Mi alázatosak vagyunk az ige előtt. Ézsaiás 66:2 arról beszél, hogy Isten arra tekint. Abban gyönyörködik, aki megtört szívű, és aki rettegi Istennek az igéjét. Aztán Zsidók 4:2 arra hív bennünket, hogy keverjünk hitet az ő igéjéhez. Hogy hit hittel halljuk, hogy hittel teljesen halljuk, hogy amint halljuk az ő igéjét, a szívünkben mondjunk egy hatalmas igent, egy hatalmas áment, ahogy énekeljük a dalokat. És nagyon sok dalban az igének a sorai, az igazságai szerepelnek. Énekeltem úgy, hát most nem igazán érzem át azokat a szavakat, vagy a szavaknak a jelentését. Vagy énekelhetem úgy, hogy én egy nagy igent mondok, egy nagy áment mondok ezekre a hatalmas szellemi igazságokra, valóságokra. Oké? És ma szeretnék egy picit még tovább menni így a Krisztus főpapi szolgálatában, amiről tegnap is beszéltünk. És gyertek, hanem el is indítom az órát, amit el kell volna már 4 perccel ezelőtt indítani, úgyhogy hozzá kell adnom 4 percet. De tegnap este beszéltünk arról, vagy beszéltem arról, hogy az Úr Jézusnak 3 hivatala van. És ez a 3 hivatala, ez a prófétai, a királyi és a főpapi hivatal. És azt mondtuk, és ma is ezt tesszük, és te is teheted ezt bármikor, hogy benézünk egy picit így a kárpit mögé. És azt, hogy az Ószövetségben a kárpit, az elválasztotta szentek szentjét a külső részektől, az Istennek a jelenlétét, a legbenső lakhelyét, de most azt mondja, hogy ez a kárpit az egeken, vagy ahogy Krisztus áthatolt az egeken túl, be a kárpitom belőre. És ezek azok a szellemi valóságok, amik a fizikai világunkban nem láthatóak, a fizikai világunkban fizikailag nem megfogható,
de még lelkileg sem megfogható, mert szellemi valóságok, de ezek valóságok, mint szellemi valóság. Mint például 1 Mózes 3-ban, amikor elbuktunk, ugye Isten azt mondta, hogy amelyik napon eszel abból a gyümölcsből, meg fogsz halni. Így van? És Ádám és Éva ettek, de mikor haltak meg? Így van? Ádám 960 évig élt körülbelül, tehát nem halt meg. De tudjuk, hogy abban a pillanatban meghalt szellemileg. Ez a szellemi világban. Onnantól kezdve ő halott volt, úgymond szellemileg, és ugyanígy a megváltás, a Krisztusnak a valósága a szellemi világból jön a fizikai világban. A Golgotai kereszt a szellemi világban történt, a Golgotai keresztnek a győzelmének az első fázisa. Olyan, mint amikor fogsz egy kavicsot, bedobod a vízbe, és lesz egy kör, így van, és aztán még egy, és még egy, és kifelé. A Golgotai kereszt megrázta, és 100%-osan felfordította a szellemi világot, és győzedelmeskedett az ördög felett, a fejére taposott, és legyőzte. De a hatása először a szellemi világban van, aztán pedig majd a fizikai világban, és a Biblia végén olvassuk azt, hogy át fogja formálni ez a megújítás, ami a mi szellemünkben történt először, az újonnan születés, az új teremtés, az egy nap az egész földön meg fog történni. Tehát először bennünk történt meg, és mi most az új teremtésnek a zsengéi vagyunk, új teremtések vagyunk, de egy nap az egész új ég és új föld lesz, az egész újjá lesz teremtve. De ez ugyanannak a keresztnek, ugyanannak a megváltásnak a valósága, mint ami ma benned és bennem van szellemi szinten. Úgyhogy benézünk a szellemi világba, túl a kárpiton, és lehet, hogy egy picit lelassulok. Figyelj jól! Egyébként nem csak most nézünk be. A Biblia arról beszél, hogy nekünk most már lehetőségünk van arra, hogy belépjünk és túlmenjünk a kárpiton. A Biblia arról beszél, hogy mi most két valóságban élünk, a fizikai valóságban, de az újonnan születés által a szellemi valóságban is élünk. És mi a szellemi valóságban be tudunk lépni a Szentek Szentjébe, be tudunk lépni az Isten tróntermébe, sőt, mi valójában oda is lettünk helyezve Efézus 2:6-ban. Feltámasztott bennünket, és ültetett a Krisztussal együtt a mennyei helyekre, a mennyei szférákba, a mennyei szellemi valóságba. 2 Korintus 3:18 azt mondja, hogy mi pedig most már mindnyájan fedetlen arccal szemléljük az ő dicsőségét. Ez erről beszél, hogy nincs már kárpit, hogy az újonnan születésünk miatt a megváltás nagysága és valósága miatt mi már benne élünk ebbe a szellemi valóságba. Olyanok vagyunk, most egy másik kép, amit láttunk Dávidnál, hogy ő ki és bejárt. És mi is úgy bejárunk és kijárunk, úgymond. Bejárunk és kijárunk. És van egy ilyen lehetőségünk, valóságunk. Úgyhogy
élhetünk egy szellemi valóságban, egy szellemi világban, amit az Isten igéje határoz meg és definiál. Oké? Tehát amikor az Isten igé azt mondja, hogy mennyei helyeken ültök, így van, akkor ez egy szellemi valóság, és most én ezt fogom, és mivel az ő igéje definiálja, én egy igent és áment mondok erre, mert ez igaz. Ez csak úgy igaz, mint hogy az Úr Jézus meghalt a kereszten, vagy ő feltámadt a halálból, vagy ő felment a mennybe az Atya jobbjára. Ezek is igazi valóságok és szellemi valóságok, de az is, hogy mennyei helyeken ülünk. És Krisztus ott van az Atya jobbján, és ő nem csak hogy király és proféta, hanem főpap is. És Zsidók 9.11-et felolvastuk ma. Gyertek, még olvassuk fel még egyszer együtt. Mert szerintem ez annyira jó. Azt mondja, hogy Krisztus pedig megjelent, mint a jövendő javak főpapja. A nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátron keresztül. Amikor belépett, felment, és belépett a Kárpiton túl, akkor ott megjelent. Hagyhatjuk a verset nyugodtan ott, hogyha megjelent. Azt mondja, és ő a jövendő javaknak a főpapja. És tegnap erről beszéltem, hogy ez nem a jövőről beszél, hanem az Ószövetségben egy nagy csomó árnyék volt. Egy nagy csomó ígéret volt, egy nagy csomó előkép volt, amik nem valóságosak voltak. Nem maga a szellemi valóság volt, hanem a szellemi valóságnak egy árnyéka. És Krisztus pedig elhozta a valóságot, a javakat. És a főpap egyik dolga, több dolga, de az egyik dolga az volt, hogy megáldotta a népet. És a főpap kitárta a kezét, és áldást adott a népre. És az Úr Jézus Krisztus ma áld, és áld téged, és áld engem, és áld minket. Efézus 1:3-ban meg vagyunk áldva minden szellemi áldással. A mennyei szférában, a szellemi szférában, a Krisztusban. És szeretném, hogy lásd, hogy Jézus Krisztus, mint főpap, bőségesen osztogat. Ő bőségesen. Tehát bement, a főpap bement a szentélybe. És a szentélybe bevitte a vért, és Jézus bevitte a saját vérét. Ráhintette a kegyelemnek a fedelére, az irgalomnak a fedelére. És aztán kijött, és osztott áldást. És most ez történik. Folyamatosan osztja az áldást. Folyamatosan. Minden szellemi áldással megáldott bennünket. Zsidók 10:10 azt mondja, hogy ezzel az akarattal vagyunk megszentelve egyszer és mindenkorra a Jézus Krisztus testének megáldozása által. Ez az egyik áldás. Így van, hogy mi meg vagyunk szentelve. Azzal az akarattal, hogy ő igent mondott az atyának és a keresztre ment. Aztán Zsidók 10:14-ben, mert egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket.
Ez egy másik áldás. Ez egy másik áldás, hogy örökre tökéletessé vagyunk téve. És rengeteg ilyen áldás, bűnbocsánat, örök élet, kiválasztottság, a fiúság, az, hogy mennyei helyeken ülünk, ezek mind így a mieink, és áradnak ránk. A főpapnak a kezébe javak vannak. Javak, jó dolgok, örökké való jó dolgok, amiket oszt, amiket áld. A római levél 6. fejezet 14. verse még beszél egy ilyen jó dologról. Azt mondja, hogy a bűn többé rajtunk nem uralkodik, mert nem a törvény, hanem a kegyelem alatt vagyunk. Látod, ez a kegyelem alatt levőség, ez az új valóságunk, ez az a szellemi szféránk. Ez azért lehetséges, mert az Úr Jézus a Golgotai kereszten kiontotta a vérét. Ezért most minden egyes gyermeke így nem a törvény alatt van. Azaz nem a törvény elvárásai alatt, nem a törvény kérései alatt, hanem minden egyes gyermeke a kegyelem alatt van. Mit jelent ez? Sok mindent jelent. Jelenti azt, hogy nem elvárás alatt vagyunk, hanem ellátás alatt vagyunk. Az Úr Jézus Krisztus kezei ki vannak tárva, és ellátás van, gondoskodás van, hordozza a terheinket, munkálja a megszentelődésünket, hogy ismeri minden egyes gondunkat. Kegyelem alatt vagyunk. Hogy ez azt jelenti, hogy nem az, amit én teszek, vagy amit én létre tudok hozni, hanem az ő munkája bennem és rajtam keresztül, és kegyelem uralma alatt vagyunk. És ez csodálatos. Ez az új szellemi valóság a Krisztus miatt. Ő hozta el. A főpapunk ki van tárva az ő keze. Róma 5.2 beszél arról, hogy kegyelemben állunk. Kegyelemben állunk. Ez azt jelenti, hogy abban állok, amit nem én hoztam létre, nem érdemlem meg, de Isten azt adja nekem, amit nem érdemlek meg, és az ő kegyelmében állok. És hogyha elesek, az ő kegyelmébe esek el, és ez is az ő javai, a sok javainak az egyike, amit hozott nekünk. Aztán János 1.16-ban ott van az a vers, hogy mi mindnyájan az ő teljességéből vettünk kegyelmet is kegyelemre, vagy kegyelmet is kegyelemért. Hogy az Úrnak a teljességéből kaptunk, és kapunk folyamatosan, mint az óceánnak a hullámai, ami jön. Így van, és volt már, hogy így van egy tengerparton, vagy az óceánpartján építettél valamit, egy homokvárat, vagy beleírtál valamit, és aztán odamész másnapra, és nincs ott. Így van, mert jön a hullám, és elmossa, és jön a hullám, és elmossa, és jön a hullám. És a kegyelem ilyen természetű, hogy újból, és megmossa a bűneinket, megmossa a lábunkat, kijelent bennünket igaznak. Így van? Elmondja, hogy megbékélést nyertünk a mindenható Istennel.
Jön a kegyelem, és tökéletesnek jelent ki bennünket. Aztán jön, és képességet ad területeken, ahol nincsen. Jön az újabb hullám, és felszerel engem, erőt ad, mikor erőtlen vagyok. És megsokasítja az én erőmet. Aztán leterhelt vagyok. Lógatom az orromat. Meg vagyok fáradva, de a kegyelem jön, és épít, és mos, és épít. A mi főpapunknak a karjai ki vannak tárva. Áldás, 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 áldás. Áldás. Az új szövetség alatt áldás, áldás, áldás. Az új szövetség alatt áldás, áldás. Ez egy jobb szövetség, mint az Ószövetség. Ez egy jobb szolgálat az övé, mint az ószövetségi papoknak és főpapoknak a szolgálata. Jobb ígéretek. Jobb, jobb, jobb. Örökkévaló. Áldás, áldás. Így van. Kegyelem, kegyelem, kegyelem. Emlékeztek Zakariás könyvére? Zakariás 4. fejezete. Hagy adjak egy gyors áttekintést, egy hátteret. Zakariás a fogságból visszajött zsidóknak a profétája volt, amikor építették a templomot újból, és lefektették a templom kövét, az alapkövét, Esdrás 3-ban. És mikor lefektették, akkor zsoltárokat énekeltek és megünnepelték. De utána jött az ellenség, és bekavart. És mindenfajta akadályok lettek gördítve. Adminisztrációs akadályok. Mindenfajta panaszlevél. És a legvégén be lett tiltva a templom építése. 16 éven keresztül nem épült a templom. Amíg Esdrás könyvének az 5. fejezetében jött két próféta. Aggeus és Zakariás, és ők szóltak. És mit szóltak? Tegyétek. Tegyétek. Isten veletek van. Így van? Aggeus mit mondott? Azt mondta, hogy elég volt, hogy építettétek a házatokat, gyönyörű házaitok vannak, de Istennek a temploma sehol nem áll. Építsétek, 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 mert én ezt mondom, veletek vagyok. Veletek vagyok. Veletek vagyok. És ők ott voltak. Ott voltak a nagy akadályok. Ott volt a nagy Perzsa birodalom. Ott volt a Perzsa birodalomnak a nagy uralkodója, és meg voltak írva azok az akadályozó tényezők. De jön a kegyelem. Jön a kegyelem. Így van? És jön a bátorítás, hogy Isten azt mondja Aggeus könyvében, hogy veletek vagyok, így szól az Úr. Veletek vagyok, építsétek az Úr házát, veletek vagyok, veletek vagyok. Oké? Okay? Veletek vagyok. És ők hallják a proféták szavait. És az Isten igé, hogy énekeltük, jön az ő szívükbe, és a kegyelem árad, és megerősíti a lankadt térdeket, megerősíti a lankadt kezeket, és bátorítja őket, és veszik. És ez a fontos, csak vegyük, csak vegyük, csak vegyük a kegyelmet, csak vegyük, vegyük a főpapunknak a javait, vegyük az áldásokat, fogadjuk, fogadjuk, fogadjuk. Hagy hízzon a mi belső emberünk, és lehet, hogy még mindig gyenge vagy. Lehet, hogy még mindig úgy érzed, hogy te nem tudsz, de csak vedd, 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 vedd. Mert ez egy szellemi valóság, és ahogy veszed, erősödni fogsz, mert működik a kegyelem. Oké? Okay? És aztán jött Zakariás, és ő is profétált, és bátorította a népvezetőit és a népet. És aztán Zakariás könyvének a 4. fejezet 6. versében jön Zakariás, és az Úr adja neki a bátorítást és a proféciát, hogy mert nem erővel, sem hatalommal, hanem az én szellememmel, így szól az Úr. Miről szól ez?
az úrházának az építése. Nem erővel. Lehet, hogy gyengék vagytok. Lehet, hogy erőtlenek. Lehet, hogy rántok néznek mások, és kiröhögnek. Lehet, hogy nincsen olyan politikai összeköttetésetek, nincsen olyan hatalmatok, és lehet, hogy te is az életedben ott vagy. Ilyen hegyek tornyosulnak, kihívások tornyosulnak, problémák tornyosulnak. Látod magadban is a bűneidnek a nagyságát. Látod magadban is a képtelenségedet, a bukdácsolásodat. Ismered azt, hogy te benned nem túl sok minden van. Oké? De a főpapunknak a kezei ki vannak tárva, és áldást oszt, és kegyelem. Oké? És nem erővel, és nem hatalommal kell, hogy éljünk, hanem az Úrnak a szellemével, ami árad. És aztán így folytatódik a 7. versben, azt mondja, hogy ki vagy te nagy hegy? Ez az akadály. Ez az akadály. Egy nagy hegy. Én ezt nem is tudom meg, nem tudom elhordani. Nem tudom mit csinálni. Nem tudom. Én kicsi vagyok. És erről beszéltünk mostanában. Gyenge vagyok. Erőtlen vagyok. Azt mondja a Károli fordítás. Lapájá leszel Zorobábel előtt, aki vezette az egész építkezést. Míg nem felviszi rá a csúcskövet. Magyarul építészeti nyelven. Így van? Meglett az alap, befejezik, és be lesz fejezve a templom építése. És áldás, kiáltás lesz rá. Áldás. Ami egyébként héberben hén, ami azt jelenti, hogy kegyelem. Tehát, hogy történnek meg dolgok az életünkben? Hogy történnek változások? Hogy történnek helyzetek, amikben be vagyunk ragadva? Hogy történnek áttörések? Hogy történik szellemi növekedés? Hogy történik szolgálat, ami életet szül? Kegyelem által a főpapunknak a kezei ki vannak tárva, és kegyelmet veszünk az ő teljességéből, és kegyelmet. Reggel felkelsz, és veszed a kegyelmet, és veszed azt, amit nem érdemelsz, és veszed azt, ami azt mondott, hogy én ezt nem érdemlem, én nem ilyen vagyok, de veszed az áldást, veszed a kegyelmet, pofátlanul veszed a kegyelmet, mert a kegyelemnek a gyermeke vagy. Egy olyan ég alatt élsz, ahol nincsen károsztatás, mert a kereszt mindent megváltoztatott, mert a főpapunk felment a mennybe, és áldásra vagyunk ítélve, és áldás, és ez Isten országának az új dinamikája. És jön, és aztán még egy vagy két verset megosztok, és befejezem. Római levél 5:20 azt mondja, hogy a törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjen. De ahol megnövekszik a bűn, tudjátok folytatni? Igen, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Ez jelenti azt, hogy mi kegyelem alá lettünk helyezve. Hogy tudod mit? Hogy a kegyelem nagyobb a bűneidnél. A kegyelem nagyobb a gyengeségednél. A kegyelem nagyobb a képtelenségeidnél. A kegyelem nagyobb az alkalmatlanságodnál. A kegyelem nagyobb a múltadnál. A kegyelem nagyobb annál, amit tettek veled. A kegyelem nagyobb annál, amit te tettél. A kegyelem nagyobb Sátán minden
kigondolt agyafurcságánál. A kegyelem nagyobb az embereknél, akik körbevesznek téged. A kegyelem nagyobb a főnöködnél. A kegyelem nagyobb a különböző helyzeteknél. A kegyelem mindennél nagyobb. És amikor a bűn megnövekszik, a kegyelem, azt mondja, hiperbővölködik. Túláradóan bővölködik. Mint egy hullám elmos bennünket. Mert ez az a valóság, a szellemi valóság, ami a főpapunk miatt árad ránk. Ez az, ami ott van. És lehet, hogy sok szív fájdalom van az életünkben. Lehet. Lehet, hogy nehézségek. Lehet, hogy anyagi nehézségek. Lehet, hogy családi nehézségek. Lehet, hogy a gyermekünkkel, vagy gyermekeinkkel kapcsolatos szívfájdalmak és nehézségek. Vegyél kegyelmet! Vegyél kegyelmet! Zsidók 13.9 azt mondja, hogy ne engedjétek, hogy idegen tanítások félre vezessenek benneteket, mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív. Oké, ez az új, a főpapunk miatt, ez van. Jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg. Tudod, még a végén olyanok leszünk, mint Dávid, így van? Akinek kegyelemmel volt megerősítve a szíve. És látta azt a rusnya Góliátot, hallotta, amit az a rusnya Góliát mondott, de kegyelemmel volt megerősítve a szíve. Ott volt az Adullám barlangjába, és menekült, de kegyelemmel volt megerősítve a szíve, és volt egy dal az ő szívébe. Oké, tehát bármilyen helyzetben vagy is, bármilyen helyzetben vagyunk, Isten kegyelme és áldása árad ránk azért, hogy adjon egy kiutat számunkra. Egy kiutat szellemileg számunkra. Megvan, követtek engem? A Zsoltárokban látjuk ezt sokszor. Menedék, kőszikla, egy szellemi kiút számunkra. Azt hiszem a 27. Zsoltárban, amikor körbevesz is az ellenség, de ott az Úrnak a sátrában örvendezés van. Így van, vagy a 23. Zsoltárban, ahol mi van, azt olvassuk, hogy asztalt terítesz nekem az ellenségeim előtt. Fejemet megkened olajjal, és csordultig van a poharam. Hol? Az ellenségeim előtt. Kegyelem. Kegyelem. A Dávid az újszövetségi hívő előképe. A kegyelem ember egy mennyei kinyilatkoztatás által. Abszolút, mert máshogy nem lehetséges. Neki se, de neked se. Egy mennyei kinyilatkoztatás által, hogy mit jelent az, amikor Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett. Mit jelent a Golgotai kereszt? Mit jelent Krisztusnak a királyuralma, profétai hivatala és főpapi szolgálata? Egy kijelentés által. Van egy szabadulásunk a szellemiekben, és van egy szabadulásunk a fizikai viszonylatban is, Istennek az időzítésében, kegyelem, kegyelem, kegyelem által. Úgyhogy az utolsó versünk az Róma 5.17. Azt mondja, mert ha egynek bűnesete miatt uralkodott a halál egy ember által. Így van, ő Ádám. Bűnesete miatt vannak ma temetők, így van? Meghal mindenki. És ez a halálnak a bolygója. Jó ez az üzenet? Igen, jó ez a halálnak a bolygója. Miért? Egy ember. Egy ember. Ó, szegény Ádám. Ó,
a mennyben, mikor találkozunk vele. Szerintem tockos, koki, bármi lesz ott, igen. Oké. Okay. Lehet, hogy nem tudom. Jó. Oké, okay, kegyen. Oké. Okay. De egynek bűnesete miatt uralkodott a halál egy ember által. És erről szól Róma 5. Hogy hasonlítsuk össze Ádámot és a Krisztust. Amit Krisztus tett, az kisebb. Az kisebb az Ádám tetténél. A Krisztus tettének az eredménye, engedelmességének az eredménye, kereszthalálának az eredménye az pariban van Ádám bukásával. És arról szól, hogy nem, hanem mennyivel inkább. És figyeljünk, ez egy szellemi valóság ma. Úgy, ahogy a Krisztus ma uralkodik, úgy, ahogy meghalt, feltámadt, a mennyben van, uralkodik, ez egy szellemi valóság. A szellemi valóság az, hogy mennyivel inkább Róma 5.17 fognak uralkodni az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem bőségében és az igazság ajándékában részesültek. Oké? Okay. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy amiatt, amit a Krisztus tett, amiatt sokkal inkább, tehát amit Krisztus tett, nagyobb Ádám tetténél. A kegyelem nagyobb a bűnnél Krisztus miatt. És ma uralkodhatunk az életben az egy Jézus Krisztus által. Hogyan? Két dolgot mond. A megigazultság ajándékával, mert ezt mondja, a megigazultság ajándéka által, és a kegyelem bősége által. Ez azt jelenti, hogy ahogy ezt elfogadom, mert azt mondja, hogy akik elfogadják, elfogadom, a megigazultság ajándéka a tied, a kegyelemnek a bősége pedig árad rád. És ahogy elfogadod a kegyelemnek a bőségét, és a megigazultság ajándékában ott van az életedben, így uralkodsz az életbe. Uralkodsz a kihívások felett. Uralkodunk a problémák felett. Ez nem azt jelenti, hogy automatikusan legyőződnek azok a problémák, hanem csak azt jelenti, hogy megerősödünk a szívünkbe. És elkezdünk, mivel van egy főpapunk, aki áldásra tartja a kezét és áld bennünket, ezért királyi uralomban is élhetünk az életünk különböző területein, ahol korábban nem tudtunk. A kegyelme által most királyi uralmat kezdhetünk el gyakorolni. Lehetünk hálásak, lehet örömünk, lehet békességünk a viharban, lehetünk bátorítóak és kedvesek, akkor, amikor mások nem bátorítóak a kedvesek. Megbocsáthatunk, ahogy az Úr Jézus Krisztus megbocsátott. Nyomás és teher alatt lehet egy hit nyugalmunk, mert van egy szellemi valóság, amiben élünk. És most uralkodunk az életbe a kegyelem által. Kegyelem. Úgyhogy ezért mondja 2 Péter 3.18 azt, hogy növekedjetek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében. Oké? Okay? Úgyhogy ez ámulatos, mert ámulatos lehetőségeink vannak, hogy növekedjünk a kegyelemben. Hogy erősödjünk a kegyelemben. 2 Timóteus 2.1. Te azért, fiam Timóteus, légy erős a kegyelemben. Légy erős a kegyelemben. És hogy kegyelem legyen annak a nagy hegynek. Bármilyen nagy hegy
és legyen az. Amen. Amen. A főpapunk miatt, az Úr Jézus Krisztus miatt. Ő miatta, ő miatta, ő miatta. És tudod, annyira biztonságban vagyunk, annyira védelem alatt vagyunk, védelem alatt vagyunk, áldás alatt vagyunk. Úgyhogy köszönjük neked, atyánk, köszönjük neked az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, Uram, így a kegyelemnek a Niagara vízesését az életünkbe. És, Uram, elfogadjuk. Uram, befogadjuk. Uram, mossád bennünket. Uram, erősíts meg a mi szívünket így a kegyelem beszédével, igéjével. Mutasd meg az örökségünket így a kegyelem igéjével. Uram, sátán minden akadályát, hazugságát, Uram, csak így mozdítsd el, ahogy így a kegyelmedben járunk és élünk. Atyám, imádkozom azért, hogy add nekünk a kijelentést, a tőled jövő kijelentést, egyes egyenként így a szívünkben, így arról, hogy ki vagy te, hogy kicsoda az Úr Jézus, hogy mit tett értünk az Úr Jézus Krisztus, hogy mit jelent ez most 2022-ben. Uram, imádkozom, hogy mutasd meg ezt nekünk egyes egyenként szellemi kijelentésből, hogy mit jelent az, hogy elvégeztetett. Mit jelent az, hogy elvégeztetett? Mit jelent az, hogy mennyei helyeken ülünk? Mit jelent az, hogy elfogadottak vagyunk? Mit jelent az, hogy nem kell félnünk, hogy te hordozod a mi terheinket? Hogy te azt mondod, veletek vagyok. Ezt mondja az Úr. Köszönjük, köszönjük, Urunk. Köszönjük, hogy ezek szilárd valóságok a Golgotai kereszt miatt. Hálásak vagyunk, hálásak. Kősziklára épült ez a ház. Köszönjük. Köszönjük neked. Add meg a te beszédedet a szívünkhöz.